Főpróbát nem előadást látnak. Pontosan azért, hogy mert nem lehetett kiszorítani, hogy pontosan mindent úgy csináljanak, ahogy kell. Tehát lehetséges, hogy bele fogok szólni, lehet, hogy egyszer megismételjük. Egy kicsit abban a munkában is belelátnak, amit a gyerekekkel eddig így csináltunk. Mielőtt elkezdenénk azonban egy játékkal, mégpedig nekik van szükségük rá, de azért szeretném, hogyha látnák, hogy hogyan dolgoztunk. Van egy ilyen játékunk, hogy te voltál, nem én voltam. Tekerjünk bele, egy kicsit figyelj, tudjunk oda figyelni, jó, ezért csináljuk, és akkor koncentráljunk, ki lesz a győztes, mert zsebedből vedd ki a kezedet, is légy szíves, mert nem illik, úgy állszok, és fegyelmezettel. Mehet? Igen. Te voltál? Nem én voltam. Te voltál. 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 Nem én voltam. Ne lassítsunk, álljunk meg, veszekedjünk. Aki nem tud figyelni, az abban a pillanatban leül, két-három rontás lehetséges. Ugye az egyik az, hogy visszamutatsz, a másik az, hogy ugyanazt a mondatot mondod, a harmadik pedig az, hogy nem figyelsz. Van egy negyedik is, hogyha rosszul irányítod a kommunikációt, igaz? Igen. Jó, mehet. Tessék, veszekszünk, hangosak vagyunk, mert ott hátul is kell, hogy hallják a előadást. Jó? Te voltál! Nem én voltam. Te voltál! Nem én voltam! Te voltál! Nem én voltam! Te voltál! Veszekedünk! Nem én voltam! Te voltál! Nem én voltam! Te voltál! Rögezs meg! Nem én voltam! Te voltál! Ez az! Te voltál! Nem én voltam! Te voltál! Nem én voltam! Te voltál! Nem én voltam! Jó. Te voltál! Nem fekete, hanem fehér. Nem fehér, hanem fekete. Mert látom, hogy így már nagyon tudtok figyelni. Tekerjünk bele! Nem fekete, hanem fehér! Nem fehér, hanem fekete! Nem fekete, hanem fehér! Nincsen gondolkodás! Nem fekete, hanem fehér! Nem fehér, hanem fekete! Nem fekete, hanem fehér! Le kell! Nem, neked nem kell, mert te jól csináltad. Nem fekete, hanem fehér! Nem fekete, hanem fehér! Bizonyot le kell ülni, mert ugye ketten is vették alapot, valamit rosszul csináltál. Figyeld meg, szemébe nézel, egyenes karttartás, és akkor egyértelmű a kommunikáció. Be! Nem? Várjál, akkor újat akarok mondani. Legyen az, hogy nem tök, hanem köt. Nem köt, hanem tök. Nem tök, hanem köt. Mehet? Vagy legyen emért, nem alma, hanem körte először. Jó, az jó. Nem, az jó. Jó, az jó. Nem alma, hanem körte. Nem alma, hanem körte. Nem körte, hanem alma. Nem alma, hanem körte. Nem körte, hanem alma. Hangosan. Nem alma, hanem körte. Nem körte, hanem alma. Hangosan. Nem alma, hanem körte. Nem körte, hanem alma. Nem alma, hanem körte. Nem körte, hanem alma. Nem alma, hanem körte. Nem körte, hanem alma. Nem alma, hanem körte. Nem. Figyeljetek, nehezítünk, nem sál, hanem szál. Nem szál, hanem sál. Figyelsz a füleddel, nagyon füle, figyelj. Nem sál, hanem szál. Nem szál, hanem sál. Nem sál, hanem sál. Nem sál, hanem sál. Nem sál, hanem sál. Nem sál, hanem szál. Nem sál, hanem sál. Nem sál, hanem szál. Nem sál, hanem... Hanem, hoppá. Nem sál, hanem sál. Nem sál, hanem nem szál, hanem sár. Nem sár, hanem szál. Nem szál. Figyelj, nem szál, hanem sár. Nem sár, hanem szál. Nem szál, hanem sár. Nem sár, hanem... Igen. Jó, most egy kicsit nehezítünk, négyen vagyunk már. Nem tök, hanem köt. Figyelj, nem köt, hanem tök. Oké. Nem tök, hanem köt. Nem köt, hanem tök. Nem köt. A fülünkkel nagyon figyeljünk, zenész gyereknek is ide közel. Nem tök, hanem köt. Nem köt, hanem tök. Nem tök, hanem köt. Nem köt. Ketten maradtatok, álljatok szembe egymással.
Figyeljetek, nagyon sok tárgy van ebben a teremben, ugye? Igen. Úgy van, nézzetek körül, hogy mik vannak azokat is, hogy a hölgyeken, urakon milyen tárgyak vannak, mert a ruha is tárgy, cipő is tárgy, meg minden. Jó? Melyik ötök az idősebb? Te? Akkor te kezdjél. Te meg? 11. Akkor egyéb különbség van, te vagy a nagyon öreg, tehát te kezdesz. Jó? Tessék, mehet! Hangosan! Elektromos gitár! Hangfal! Projektor! Mikrofon! Telefon! Ajtó! Cipő! Szék! Lépcső! Padló! Függöny! Színpad! Póló! Kábel! A nem tudom azért! Maszk! Maszk! Badrág! Karperec! Póló! Fénypad! Hangosan! Hangosan! Apoló volt! Igen, volt! Köszönjük szépen! Anyuka, meg kéne nézni, hogy hol van a Emese nevű kislány. Lehet, hogy szorulása van? Nincs, megjött még meg. Bocsánat, de akkor egy másik játékot is játszunk, jó? Hogy... Igen, megérkezünk. Látható, hogy ezek lányák, mert gyilkosok sokáig tart, hogy ez lehet. Álljatok föl, legyetek szívesen gyorsan, amíg érkezik a Emma, mesélesen. Jó? Figyelj! Semmi különösen nem kell csinálni, csak én adom erre az egy tapsot. Szemébe nézel, továbbadod, szemébe nézel, továbbadod. Erre adom a két tapsot. És úgy megy tovább. Vigyázzatok, nehogy megforduljon, nehogy az legyen, hogy a két taps arra megy, az egy taps meg erre, vagy csak két taps lesz. Figyelünk? Húzzuk széjjel, hogy tudjuk szép egymás szemébe nézni, és már indulnak is. Figyelj! Ja. Készítjük fel a gyerekeket arra, hogy a színpadon is fel tudjanak állni, és az iskolában is, meg majd az életben. Mehetünk tovább, tessék foglalhatunk helyet. Kicsi, légy szíves, állíts be, bocsánat, kicsi, állíts be, légy szíves a hangfalat, és a gitárodat is nézd meg, hogy össze van-e kapcsolva. A mikrofon pedig állíts be magadnak, ott abban a magasságban, ami neked jó. Tök jó. Osszátok, hogy nézzétek meg mekkora távolság. Van így gyerekek? Figyeljetek oda erre. Jó? Gyere ide, cseréljetek helyet. Jó? Rendben? Jó? Indul ma? Készen álltok? Jó. Kérlek benneteket, hogy csendesebben legyetek itt, hogy mert ugyanis nagyon nehéz hallani, és mikrofon nélkül nem biztos, hogy odáig a végéig elhallatszik. Ádámot pedig arra kérem, hogy figyelje a sorrendet, és segítsen, hogyha elhallgatnak. Jó? Figyelem? Lent van a buksid, a kéz ki van nyújtva, és indulom. Yes.
csinálok? Sejtem. Annak körülnek a lány. Jellemző. Tudom én már, mit csinálok. Jelentségnosnak állok. Az a nevés. Apró babáknak csinálok. Sejtem. Azon nevetnek a lány. Yeah.
forintért tarka kutya, 10-ért fehér kutya jár. Törzselőknek 5 forintért kapható a kutya már. Kutyatár, kutyatár, kutyafű aradár. Keményen! Mert ugye az szimbolikus és az inkább áll.
előadás lett volna, és egy szimbolikus mozgás kellett volna hozzá, ami hosszú időt betanítsa valaki. Tehát a versre húztunk, és egy kicsit kifordítottuk a verset. Ezért történt így. Önöket megfordítjuk a versenket. Köszönjük szépen!